Jó reggelt mindenkinek! Lassacskán indul a reggel, és hát kérem szépen elkezdődik a nap. Úgyhogy nagyon is isteni napunk lesz. Viszont ugyan egyszerre a kettő, mert hogy ma nagyon komoly dolgok lesznek. Úgyhogy jaja. No, akkor én összeszedem magamat, aztán belecsapunk a lecsóba. Jó. Na akkor összeszedem magamat, aztán adszoljon a buli. No, hát már itt is vagyok. Szépen kidobott az ágy engem, mint az állat. Úgyhogy, ja. No, úgyhogy egy kis egy kis felvázolást, hogy ugye ma mit fogunk csinálni igazából. Hát először is ugye fő lesz takarítva a szoba. aztán pedig ugye zajlanak egy kicsit az olimpiák. Olimpiák, bizony. Úgyhogy nagyon izgalmasok lesznek. lesznek egyébként tegnap hatalmas sikert aratott például a magyar férfi kardvívók, mert hogy hát az van, hogy hát nem is tudom, 45-43-ra sajnos kikaptak kórától, tehát ráadásul gyerekek, attól a kórától, aki viszont címvédő, képzeljétek el, címvédő. És ezen így, tehát egyszerűen nem is tudtam fölfogni, hogy hogy szereztünk kétszer, tehát két napon két ezüstérmet. Tehát ez elképesztő, tehát elképesztő. Úgyhogy, ja, tehát igen, tehát itt tartogatnak még meglepetéseket. Úgyhogy, ja. Tehát, igen érdekes, úgyhogy ezen így meglepődtem rendesen. Viszont, még amit fogunk csinálni, az, hogy videót fogunk készíteni. Méghozzá egy OMSI 2 videót. Ugyanis, aki gondolom nézte a YouTube csatornámat, az gondolom tudja, hogy már van fent egy videó, és hát ugye elkezdtem egy olyan sorozatot, de csak addig, amíg tart ez. Ez pedig nem más, mint ugye az Icarus Dévényi, tehát az Icarus Dévényi. És ezt azért indítottam, mert egy kicsit azért úgy megmutassam nektek, hogy azért vajon Dévényi Barnabás, aki ugye sajnos ugye eltűnt YouTube-ról, mert és leprivátolta a videóit, tehát egyszerűen mikor tegnap megnéztem őket, mindegyik le volt privátolva, tehát mindegyik egytől egyig le volt privátolva az összes, és akkor így elkezdtem nézni, mondom, mi ez, és akkor így utána meg már nem értettem, hogy akkor miért kellett leprivátolni a videóit. Na de mindegy.
Úgyhogy ma ez lesz. Viszont nagyon úgy néz ki, hogy majd lehet, hogy érkezni fog közte egy meglepetés. Egy meglepetés, mert hogy Fish éppen dolgozott az egyik jó kis modellen. Tehát ja, what's up? Úgyhogy tervben van a úgyhogy ez már nagyon régóta tervben van. Úgyhogy lesz. Lesz egy olyan modell, amit már nagyon-nagyon is szerettek. Na arra viszont nagyon kíváncsi lennék. Mert csak azt mondta, hogy így át babrálja a dolgokat. Tehát, hogy kijavítja a villamost, hogy az SKT-t azt hátrább rakja, a pályaszámot előre, fordított sorrendben pedig ugye a pályaszámot az hátra, az SKT logót előre. Tehát így, ja. Ja, meg ami érdekes, hogy amit képen láthattatok még korábban, vagy még mutattam is, az az, hogy ugye a Fish furcsa módon megfordította az áramszedőt, és mikor én megnéztem ezt az áramszedő technikát, teljesen megdöbbentem. Fantasztikus. Tehát fantasztikus. Na, úgyhogy így ennyit. Tehát így azért. Úgyhogy így jó, így elbeszélgetjük így a dolgokat. Viszont srácok, én akkor majd jelentkezek, hogyha hazaértem, mert körülbelül lehet, hogy utána elkezdem az OMSI 2 videót, hogy azért haladjak azzal is, tehát hogy haladjak azzal is, és akkor utána pedig zajlítjuk tovább a vlogot, ennyi, úgyhogy ja, no, akkor még majd jelentkezem, jó? No, a gyerekek, most érünk mindjárt haza, és most gyorsan le is pattantam a bicikliről, és mindjárt a ház előtt vagyok, úgyhogy jaja. Na de, egy picit szót ejtünk, ugye a mairól, hogy ugye mai napról, hogy ugyanis délután 2-kor a magyar női kézilabda csapat lázasan készülődik. Várjál csak, mindjárt állunk. Tehát a magyar női kézilabda válogatottunk fog küzdeni. Na mindjárt most addig bemegyünk az ajtón, azt akkor majd ott bent jelentkezek, jó? Na, kitartást! Na szóval beértünk. Itt vagyunk, srácok. Na és most az lesz a mai nap gyümölcse. Ugye azt mondtam mondani, hogy a magyar női kézilabda válogatott fog játszani Spanyolország ellen. Úgyhogy izgalmas lesz. Újonsülten bekészülve fogok ugye bekészülni minden. Jaja. És így izgalmas lesz. Úgyhogy ja. Na.
most így van fülfelé. Na gyerekek, megint csapog a hűtő, bazd meg. Hát ez iszonyat. Iszonyat gyerekek, hát most nézzétek meg. Hát nem csapog ott a... Hát nem csapog a hűtő. Azt nézzétek meg. Hát bazd meg. Na akkor rakhatjuk oda megint a törőközőt. A törőközőt. Na, álljátok csak, álljátok mindjárt, ide leraklak titeket. Na, hát, ha nem borul föl, jó? Úgyhogy... Álljátok. Jó? Úgyhogy mindjárt jövök, értitek, értitek, gyerekek, gyerekek, itt vagyok. Na, akkor, szóval most az van, hogy az van, gyerekek, hogy elkezdett csapogni a hűtő már most, amikor hazaértem, hazaértem, gyerekek. Na most értem haza, bazd meg, és már elkezd csapogni a hűtő. Hűtőn, na, fasza, jó van. Úgyhogy, bezony. Na, tehát, ugye, a mai nap, azt még egyszer mondom, tehát lesz OMSI 2, mert azt nagyon sokan, várjátok, és hát egyszerre hármat csinálni azért, az nagyon durva. Nagyon durva. Aztán még nem tudom, hogy hogy lesz, vagy mint lesz. Tehát, ja, na izgalmas lesz. Mert nézzük ugye a magyar nőket, magyar női, magyar csajszikat a spanyolok ellen. És spanyol. Úgyhogy izgalmas. Úgyhogy izgalmas lesz. Ja. Na hát ugye nagyon-nagyon-nagyon izgatott vagyok, úgyhogy ja. Úgyhogy fantasztikus lesz. Úgyhogy ja. No, és így kb. Így fővázolva a dolgot, hogy ugye így nagyon szörnyű, hogy így. Így tartom, de majd lehet, hogy majd átváltok selfie botra, vagy nem tudom, lehet, hogy ha még úgy állok, akkor lehet, hogy át fogom váltatni magam. Tehát most megpróbálom innen valahogy ilyen hámozni ezt a packot, így, mert most, mint láthatjátok, tokba volt. Tehát itt a tokja neki, és akkor egész egyszerűen csak fogom, és ellen a turba szépen beleillesztem, úgyhogy nagyon jó lesz.
ezzel a észre kapcsolatban. No, így. No, így már sok sokkal jobb környezet, úgyhogy izgalmas, izgalmas, yummy. No, na szóval, jaja, ahogy azt extrém mondaná, hogy nem jön a fing, hogy gyere már lő extrém, nem jön a fing, mert nem jön a fing. Ezt egyébként múlt hétvégén jutott eszembe ez, ez a nem, ez a, tehát ez inkább extrémtől jött ez a duma, hogy nem jön a fing, mert nagyon komoly. Tehát akkora izgalom, srácok, hogy jaja. No, és igazából semmi nagy extra, minden megvan, úgyhogy ja, tehát nem lesz egy olyan nagy vasszizdasz. No, hát akkor figyeljetek, srácok, én lehet, hogy most így, lehet, hogy most akkor gyorsban akkor megmutatom, hogy ha nem fog annyira kirajtam ez a dolog, úgyhogy szerintem nagyon-nagyon izgalmas lesz. Majd gyorsan, hát még majd lehet, hogy jelentkezek, akkor most így egyenlőre akkor ennyi, és akkor majd még jelentkezek az a hasznos információkkal. Na akkor, majd tali. No, hát itt vagyok, srácok. No, hát kérem szépen, akkor aláson, akkor gyorsan megmutatom nektek, hogy akkor én mivel készültem a mai nap folyamán. Hát ugye a mai nap ugye először, amivel indítunk, az ugye OMSI 2, tehát amit most fogok csinálni, egy OMSI 2, úgyhogy mutatni fogom azt, hogy milyen kellékek kerültek bele, úgyhogy mutatom is, mindjárt elnézést, egy kicsit, hát bocsi, hogy így alakítgatok, de így mi? No. Bocsánat a hangzavarért. No. Hát mutatom, hogy akkor mi van itt. Hát ugye elmondom nektek, hogy az index kép az felettébb érdekes a sikeredett, ugyanis tehát jajam. Na hát egyébként így fog kinézni, az így néz ki az index kép. Na, tehát mutatom, hogy ez. Ez így néz ki. Na most ezt hogy tudtam megcsinálni mind a kettőt egyszerre? Ugyanis, hát ami észrevehető ebből, hogy ugye bizony, kettő modell lesz, tehát ez fog fölkerülni a YouTube csatornámra, méghozzá ugye az Icarus Dévényének a harmadik része, és egyben az OMSI 2 negyedik évadának a kilencedik része. Hát ugye most nagyon így bele lendültünk a 9. részben, mert ugye a 9. rész az ugye így fog kinézni. Na most ugye mit raktam bele? Hát ugye beleraktam a két járművet. Ugye az egyik egy sima Icarus 260-as ráncajtós. A másik pedig úgy szintén ráncajtós, 260-as, de T-s változat. úgyhogy kettőt szépen így ki fogunk rakni. És ugye mit tettem bele? Hát igazából raktam bele egy Icarus logót ide, illetve raktam bele egy kormányt, mert ugye azért, mert az Icarusnak a jellegzetessége az ez a kormány. Úgyhogy eszméletlen komoly.
Tehát ugye ez lesz. Úgyhogy nagyon egyszerű, nagyon jó lesz, úgyhogy eszméletlen durva. Tehát igen, és egyébként sajnos erre a járműre vadásznom kellett, mert erre nem nagyon kellett, erre viszont igen, mert egyébként ezt elmondom nektek, hogy ez már korábban ugye egy Icarus Dévényi szerint ugye már benne volt egy videóban, csak az én halkan megsugom, hogy benne volt egy videóban, úgyhogy izgalmas. Na hát akkor, ja. Tehát most akkor megnyitom. Na és akkor itt vannak ugye, hát itt ugye mik vannak, hát ugye itt a szokásos dolgaim vannak, amik most így lekerültek. Viszont ugye a YouTube viszont ugye majd kíváncsi leszek, hogy erre a Martin mit fog mondani, mert most én beállítottam körülbelül, hát nem is tudom, 5 órára az első premiért. Az első premiért. Úgyhogy tehát eszméletlen jó. És hát ugye látható, hogy ugye tehát magyar zászlóból, OMSI2 logóból kreáltam egy ilyet. Tehát Icarus, tehát ugye két Icarus képről, egy OMSI2 logóról, egy magyar zászlóból, egy Icarus kormányból, Icarus logó, és a csatornámból állítottam össze egy ilyet. Csatornám profiljából állítottam össze egy ilyet. És hát, tehát ebben szerintem van benne. Van benne potencia. Úgyhogy, tehát egy eszméletlenül jó sikerült képről van szó, tehát ja. Úgyhogy így látszik, hogy nagyon-nagyon szép, nagyon jó néz ki, tökéletes, nem lehet nagyon belekötni. Szóval ja. Tehát így ez így össze. Így azért össze lehet rakni egy ilyen indexképet. Na, úgyhogy ez várható a YouTube csatornámra a mai nap, vagy hát a szombati nap folyamán, mert hát ugye szombaton lesz, tehát szombaton lesz ugye a premierje neki, úgyhogy jaja, tehát eszméletlenül jó lesz, úgyhogy tehát így ezt akartam így bemutatni. Úgyhogy szerintem egy izgalmas lesz, úgyhogy ja. No, hát így ennyi kis betekintés erről a videóról, úgyhogy ja. Na hát akkor találkozunk még majd videó után, az OMSI2 videó után, úgyhogy ja. Na hát akkor nem sokára jelentkezek újra. No, hát gyermekeim, most már kb. Olyan 9 óra fele járhatunk, úgyhogy nagyon izgalmas dolog, mert kérem szépen ugye azért is, mert ugye képzeljétek el, hát most értem, nemrég értem haza a biciklizésből, és hát ez fogadott, hát igen. Igen, most így törőközőt raktam ugye a hűtő alá, mert elkezdett csöpögni belőle a
ugye a cucc, ugye a víz, úgyhogy ja, na hát nem akar kijönni a kávé, mert hogy ugye én kávét iszok a ugye minden péksütihez. Jó, hát kivételesen akkor nem, amikor kellene, mert például holnap nem fogunk kávézni, majd csak délután, ha nem fogom elfelejteni. Úgyhogy, jaja. No! Így. Ó. Jó, oké, elkezdett itt csöpögni a történet. Történet most a kávéfőzőből csöpög, mint az állat, úgyhogy jaja. Na várjatok, csak leröklök ide titeket. Na mindjárt így ide. No, úgyhogy jaja, no, mindjárt valahogy itt. Aha. Is. Úgyhogy jaja. No, szóval az van, hogy ma most olyan reggelit fogunk reggelizünk, amit bizony ismerős lehet nektek, bizony a pizzás háromszög. Na nézzük meg egy kis morzsika. Ez a kis morzsika az. No, tökéletes. Jó, ott a kis tánya. Na jó, akkor nagyobbat veszünk elő. Úgyhogy jaj, jó. Úgyhogy bizony. Na és igazából ma még nem tudom, hogy Roxival fogok-e beszélni, vagy nem. Nem. Úgyhogy jaja, tehát izgalmas. Izgalmas a dolog. No, szóval most ugye az van, hogy majd pihi közben, vagy hát takarítás közben majd föl fogom rakni a videót, mert most végeztem pár perccel ugye a videó előtt. Úgyhogy izgalmas. Izgalmas, úgyhogy fantasztikus dolog vár. Na akkor mindjárt jelentkezek akkor a reggelivel, jó? Jó, úgyhogy kitart, úgyhogy addig összerakom a reggelit, és akkor utána még majd jelentkezek. Na hát itt vagyok, srácok. Ugye most már előkészültünk ugye a reggelivel, ugye ez a jó kis pizzás. És csináltam hozzá egy kis kávét szokásosan a sástói bögrémben, úgyhogy ja, na hát lássunk akkor neki, jó kis pizzás péksüti. Igen. Akkor még ilyen omlós, de egyébként amikor frissen sütik ki, akkor ropog, mert hát ez leveles tésztában van csinálva, úgyhogy nagyon jó. Na, azt akkor itt a jó kis kávém, jobban menjen a takarítás.
Úgyhogy, jaja. Úgyhogy eszméletlen. Úgyhogy, jaja. Megint ugyanúgy tejszínnel főhúzva. A maradék már már tejszín, hogy kifogyott. Pont elég volt a cukor bele, úgyhogy nagyon jó. Na hát akkor megeszem a reggelit, és utána pedig belekezdek a takarításba, és utána majd takarítás után fogok jelentkezni, jó? Na akkor kitartást mindenkinek. Még majd jelentkezek. Na hát itt vagyok, gyermekeim, és hát elmondanám nektek, hogy valójában mit is terveztem így mára, hogy bemutassam nektek ezt az új porszívót, ami úgy érkezett, hát ez egy nagyon bizarr porszívó, hát igen, nagyon sokszor van, hogy porszívózunk, illetve van, hogy kicseréljük a dolgokat, meg ilyesmiket. És hát a maiban ezt a porszívót mutatnám be. Ez egy Eta Stroming Home nevezetű porszívó, ami nagyon érdekes, hogy ez egy ilyen tartályos, tehát ebben semmi porzsák, semmi érdekesség, úgyhogy már tesztelve lett egyik nap, azt hiszem kedden érkezett meg ez a gyönyörűség. Hát megmondom az őszintét, nekem kicsit kisebb, mert nekünk volt egy bordó porszívó, és hát annak meg úgy nézett ki maga a kinézete olyan volt, mint egy ilyen nem tudom milyennek tudnám hasonlítani. Hát igen, tehát ez így néz ki, ez eléggé kicsi, és adtak két fejet, ugye az egyik az ilyen, tehát ez ilyen sima fej, a másik meg ez ilyen kefés, tehát ez ilyen sokkal ilyen, van rajta kerék, úgy szintén kicsit kefés, jó kis kefés, tehát azért úgy látszik benne, hogy eléggé észreszejtő, tehát nagyon-nagyon tetszik, úgyhogy ja, tehát ezt fogjuk használni, és ennek az összerakása nagyon egyszerű, tehát úgyhogy megmutatom, hogy ezt pontosan hogyan is lehet összerakni, innen akkor már is fogjátok egy pici, rövid részlet erejéig látni, hogy ezt hogyan fogom összerakni. Hát az összerakás nagyon egyszerű, ugye van ugye hátul egy ilyen kábelja, tehát látszik, hogy azért a kábel az itt van, és egész egyszerűen ugye van ez a hosszú csöve, ez egy ilyen hosszú cső, tehát látszik, hogy ez az, ami ugye a fej rögzíti, fejhez tudjuk rögzíteni, ez pedig magához a porszívóhoz. Tehát egész egyszerűen így annyi, hogy nem úgy rakjátok föl, hogy ugye, még egyszer mutatom, hogy ugye így fölemelitek, és akkor így addig tüszkölitek befelé, amíg úgy nem fér bele, hanem nézzétek meg, van itt egy ilyen pöcök, és a pöcök azt így elfordítva kell beleilleszteni, és így akkor biztonságos a kattanás. Kihúzni pedig ugyanígy egyszerű, szinte teljesen tökéletes, nagyon-nagyon szép. És aztán itt ugye ki lehet engedni ugye a levegőt, itt ugye csak szétnyitod, az előzőnél is ilyen volt, tehát ja. Aztán van egy ilyen cső, tehát egy ilyen fémcső, ami konkrétan az azért van, hogy ugye tudjad nagyobbítani
meg csökkenteni a magasságot, tehát ez egy magasságállító cső, és egész egyszerűen így fogjátok, bedugjátok, ez így ennyi az összerakás, és itt körülbelül nézni lehet, hogy ugye milyen fejet akarsz rakni, hát hogyha most ilyen szőnyegre szeretnéd, akkor ezt inkább ezt mondanám, mert ez csak így pro tipnek mondanám, mert mondanám, ugye, mint ahogy látható, hogy az et, ugye rajta van, hogy eta, tehát jam, mert régebben volt nekünk gyerekek egy ilyen eta porszívó, de az nem tudom, az nem ilyen volt. És ugye, vagy ezt akarod rárakni, ezt egyszerűen csak így ráteszed, és ennyi. Ennyi. Vagy ha már a parkettánál vagy, akkor csak nagyon egyszerűen fogod, és kicseréled. Ennyi. De nekem ez azért nem jó, mert elmondom nektek, mikor bekapcsolom, akkor így halljátok? Ez nem jó. Ez nem jó neki. Tehát én ilyenkor leszoktam venni a fejét, és egész egyszerűen erre kicserélem, mert ennek a hangja ez sokkal jobb, mint ez, mint ennek a fejnek, tehát ennek, úgyhogy ezt így, ja. Na és akkor mutatom, hogy az elindítása az pontosan hogy néz ki, mert ezt is azért úgy mutatnom kell, hogy ezt hogy is néz ki. Ezt egész egyszerűen most így ide kihúzom az előszobáig, és mutatom, hogy ugye mit kell csinálni a következő lépésben. Ide betámasztom a dobozhoz. Ugye mutatom így a doboznál, hogy akkor lássátok, hogy miről motyogok. Na szóval, tehát itt van ugye a vége, és ugye a végét azt így kihúzod egészen a sárga csíkig. Tehát addig kell húznod, amíg meg nem látod a sárga csíkot, tehát a sárga jelzést, na onnan tovább nem húzhatod idáig. Tehát mutatom nektek, idáig nem szabad húzni, tehát innentől tovább nem húzhatod, mert akkor mert csak ennyit enged. Ez körülbelül így ennyit ellenkező esetben. Az összecsukása az nagyon egyszerű. Kihúzom szépen idáig. Tehát nézzétek meg, kihúzom idáig, és óvatosan, lassan csinálom ezt a műveletet, mert vigyázva, mert nagyon veszélyes. Tehát mutatom. Ugye ez ide, és egész egyszerűen fogod, és lenyomod itt ezt, ahol itt ugye megemelted, mert ez kérlek szépen, ez az a gomb az, ami ugye tehát láthatod, hogy nagyon óvatosan. És ennyi. Látjátok? Ennyire be tudja tolni ezt. Úgyhogy ja. És ha ki akarod húzni, megint kihúzod. És most a lábammal megpróbálom megtámasztani. Hogy azért így is lehetem húzni. És egészen a sárga pöcökig. Tessék, látjátok? Itt van ugye a sárga pöcök. Idáig kell elhúzni. Tehát látható, hogy ott a sárga pöcök. És egész egyszerűen ezt így fogom. Vagy oda is dughatom, tehát ahol ugye most a borotva van, vagy pedig ide bedugom a fürdőszobába. És hát ja.
Igen, ha most így, igen, mert most per pillanat a mosógép van bedugva, de én ezt most kihúzom, addig, amíg a, tehát ezt ide szépen bedugom, óvatosan, úgy, és akkor így ennyi. És akkor mutatom, hogy a hangja az milyen, mert eszméletlen jó a hangja. Mindjárt nagyobbítok egy picit a... Ja, várjatok. Mindjárt ide leraklak titeket. Úgy? És akkor no. Na, mennyi? Ennyi, tehát ennyire meg lehet nagyobbítani. Tehát látható, hogy ennél nagyobbra is lehet. És akkor mutatom a hangját. Ennyi. Halljátok, olyan tökéletes, hogy egyszer elképesztő. Nagyon szép. Na úgyhogy, ezt ennyi. Ezt így kell csinálni, kérem szépen. Ja. Na hát, ha már készen vagytok, csak annyi, hogy lekapcsolod, és kész. Ennyi. Tehát ennyi volt. Ennyi. Úgyhogy ja, no. Hát én ennyit. Ennyi egy kis prótipp a porszívóról, és akkor most már tényleg belekezdek a nagy porszívózásba. Na, majd még jelentkezek. No, hát itt vagyunk srácok, elkezdünk kaját csinálni. Ugye itt van benne ugye a krumpli saláta, itt van mellettem ugye a leves, a húsi, meg mi egymás. Na, akkor először a húsit azt be fogjuk rakni a mikróba, aztán utána még aztán várjam, mert ezt egy tányérra fogom itt letakarni, úgy, és akkor mehet. Kicsit meg kéne igazítani a tányért. Jó, és közben azt azért el fogom mondani, hogy ugye most egy picit megcsúsztunk, mert most már 3:42, és a testvére mindjárt itthon lesz. Na szóval, most így a kóstolás részét nem fogjátok látni, mert ezer bocsi, úgyhogy most elnézést kérek mindenkitől. Hát ezt engedek neki egy picit. Isten. Csak ne itten robbanjon fel a husi gyerekek. Picit várok vele. Addig kiszedek egy tányérba levest, mert ez egy egyszerű, tulajdonképpen gyümölcsleves, ami nagyon finom. Nagyon finom, sűrű, tulajdonképpen gyümölcslevesről van szó. Hát ezt így megmerjük szépen. Tehát ez olyan, mint a sűrű barackleves. Ezért megkóstolom, milyen. Tökéletes. Na nézzük akkor a többit, a húsit. Hú, ez forró, nagyon forró. Nagyon óvatosnak kell lenni. Ó, ezt vegyük le. Úgy. És itt a húsi, ami szépen megsült.
tehát megmelegedett. És akkor közben egy nagy kanállal rászedünk egy kis krumplisalit. Úgyhogy nyaja. Ez meg, elmondom nektek, nem tudom mennyire látszódik, de ez ennyi. Még egy kicsit már úgy vélem, hogy ez a fele. Ez a fele. Úgyhogy nagyszerű lett. Szépként tulajdonképpen egy híg tartármártásból állt. Hát ez úgyhogy jaja. Úgyhogy így szépen egy kicsit így. Mint ezt így. Ez pont pár darab. Pár darab. Jó. Mindjárt akkor visszarendelünk akkor mindent. Mindent. Na hát akkor... akkor még egy nagyon fontos információt azért még mondok nektek, hogy azért hitelesek is legyünk. Ugye az lesz, hogy holnap jönni fog a következő vlog videó, úgyhogy arra nagyon is kíváncsiak lesztek, legalább én is, legalábbis én. Úgyhogy na hát én ezzel akkor ezbe a kis kupiba szeretnék így elköszönni tőletek. Nagyon szépen köszönöm, hogy ma itt voltatok velem, remélem élvezetes volt. Ha tetszett, akkor dobjatok egy lájkot, ha nem vagytok feliratkozva, kérlek tegyétek meg. Leírásban megtaláltok minden elérhetőséget, és találkozunk a holnapi nap folyamán. Na, vigyázzatok magatokra, én Matthew Channel voltam, maradok és leszek. Na, puszi mindenkinek, szevasztok, sziasztok, ciao.